szolgálati kutyával érkezett a mai találkozóra. Mesélne a foglalkozásáról, illetve arról, hogy a kutya milyen szerepet tölt be az életébe? Igen, ide szolgálati kutyámmal érkeztem. A kutyát azt Lendornak hívják. Én Kulcsár József vagyok, a Kutyákkal az Életér Alapítvány Ajkai csoportjának a vezetője. És a tevékenységünk az igazából 1994-ben kezdődött, és édestova most már 22 éve. A tevékenységünkből kifolyólag, ugye, mentőkutyázást csinálunk, vagy végzünk, ez teljesen önkéntes alapon működik az egész ország területén, illetve a megyébe. És a kutyákat, tulajdonképpen a mentőkutyákat képzésileg már egészen pici korba kezdjük el, ilyen 6-7 hetes kor tájékán már foglalkozunk velük, és ez az életük végéig tart, az a foglalkozás, képzés, mert nem mondhatjuk azt, hogy egy 3 vagy 4 éves kutya teljesen készen van, ki van képezve erre a feladatra vagy a tevékenységre. Ez az én feladatom tulajdonképpen ugyanúgy mentőkutyavezető, illetve ha van rá szükség, és elfogadják a több éves tapasztalatomat, akkor adott területeken koordinátor szerepét is beszoktam tölteni. Különböző esetekhez, kárhelyekre hívnak minket, földrengés, eltűnt személyeknek a felkutatásához, illetve részt veszünk árvízi kármentesítésekbe, és ott már tulajdonképpen kutyák nélkül, csak azért, hogy az országban a polgárokon tudjunk segíteni, hogy a házukat vagy a vagyonukat tudják védeni, vagy meg tudjuk védeni nekik. Úgy tudjuk, ön találta meg azt a várpalotai férfit, aki az utóbbi napokban tűnt el, hajnalban. Elmesélni ezt a történetet, illetve azt is, hogy honnan tudta, hogy esetleg ajkán kell keresni a várpalotai úriembert? Az úriember az tegnapi nap folyamán hajnali 6 órakor végzett a veszprémi Continental cégnél, és ott már a munkatársai, illetve a közvetlen főnöke panaszkodott, hogy a bácsi nem teljesen érzi jól magát. A korához tekintve is én úgy gondolom, hogy eléggé elfáradhatott az éjszakai műszakba. Az egészségi állapotát figyelembe véve szállhatott fel rossz buszra, ami Ajkára hozta. Ez körülbelül a 48-8-as magasságába tehette le az urat a Pénzes hídnál. Ott kért segítséget, hogy visszataláljon a buszpályaudvarra. Igazából az információt én az első körben egy közösségi oldalon olvastam, majd este 10:30-kor Sinka Vivien, az Együtt Eltűnt Gyermekekért Alapítványnak az elnöke értesített. Én azonnal reagáltam az értesítésre. Ő csak nagy vonalban tudta elmondani, hogy valószínű, hogy Ajkán van a bácsi. A Bakony mentő csoport kereste a bácsit 4 területen vagy 3 területen a Continental környékén. Nem jártak sikerrel. Ővelük is fölvettem a kapcsolatot információért, és ők mondták, hogy a buszsofőrrel sikerült nekik beszélniük, és az alapján tudták megmondani, hogy a bácsi Ajkára utazott. És mire én Ajkára értem, addigra már nagyon sok információval rendelkeztem. A keresés előtt én az Ajkai Rendőrkapitányság ügyeletes tisztjével vettem fel a kapcsolatot, ahol bejelentettem azt, hogy az illetőnek a keresését megkezdeném Ajkán. Tőlük is információt kértem, illetve kértem ki tőlük a bácsiról fényképet. Az úriember Béla 62 éves várpalotai lakos. Őt kellett keresni. Az információk alapján én a keresést első körben a buszpályaudvarra irányítottam. Annak a környékét álltam neki keresni kutyával, de ott nem jártam eredménnyel.
Onnét átmentem a pénzes hídhoz, ott leraktam az autót, és onnétől kezdve a kutyával a tornapataknak a partszakaszát, bokrosabb területeit fésültük át, illetve a kaszinó és a Petőfi utcai házak mögött található sötétebb parkokat néztük át, hogy nem keveredhetett oda az úr. Ott se jártunk, eredménnyel a városközpontja maradt utoljára. Itt is, mire ide fölértünk a helyszínre, tehát a városközpontba a kutyával, éjszaka közepette egy illetőt láttam jönni-menni, majd miután az illető leült az egyik padra, abban a pillanatban a kutya hangjelzéssel bejelezte az illetőt, és akkor léptem én oda hozzá, és a fénykép alapján igyekeztem beazonosítani, majd az úrtól kértem egy igazolványt, hogy tényleg őróla van szó, aki a fényképen szerepel. Pontosan hol találta meg a férfit, és milyen egészségügyi állapotban volt? A Béla bácsit itt a VMK-nak ezen a részén, ahol most vagyunk, én itt találtam meg a bácsit, teljesen beszámítható állapotban volt, nem volt vele semmilyen gond probléma, az egészségi állapotáról megkérdeztem, kikérdeztem, és ő úgy nyilatkozott, hogy teljesen rendben van. Ugye az információk alapján lehetett tudni a bácsiról, hogy nagyon súlyos cukorbetegségbe szenved, illetve aszmás. Az információk alapján még annyit lehetett tudni, hogy a Béla bácsinak volt egy balesete, ahol a fejét beütötte, és körülbelül 5-6 percig feküdt eszméletlenül, majd ez végett a kórházba került pár napos megfigyelésre, onnét kiengedve táppénzes állomány után visszament dolgozni, de én most is ez az én egyéni véleményem, hogy a bácsinak az egészségi állapota még mindig nem teljesen 100%-os. És mi történt azután, hogy megtalálta? Szólt a rendőrségnek? Miután megtaláltuk a Béla bácsit a Landonnal, azonnal hívtam a 112-t, ahol a megyei rendőrkapitányságon bejelentettem, hogy a keresett szemét megtaláltam, és közöltem velük, hogy a Béla bácsit az ajkai rendőrkapitányságra bekísérem, és ott várjuk a további intézkedést, hogy az úr hogyan fog hazakerülni a családjához. Említette, hogy a kutyákat több éven keresztül képzik, talán egy egész életen át. Mesélne a képzés folyamatáról? Milyen módszereket alkalmaznak, illetve a vezényszavakról mit lehet tudni? Hát ugye, ahogy említettem, hogy a kutyáknak a képzése az egészen pici kortól kezdődik, és szinte az életük végéig. A személykeresésre, amikor a kutyákat tanítjuk, az első körben saját magunkra, gazdákra tanítjuk meg az alapvető kereséseket, a hangjelzéseket, hogy adjanak a kutyák. Ez különböző motivációs módszerekkel próbáljuk meg elérni a kutyáknál, hol labdával, hol élelemmel, attól függ, hogy melyik kutya melyiket szereti jobban, és ugye az adott feladatoknál az adott tárgyal vagy élelemmel jutalmazzuk őket. És ami után már stabilan viselkednek a gazdával szembe, hangjelzésbe vagy keresésbe, utána kezdjük el kiszélesíteni a kört, hogy egy idegen szemét próbálunk meg kisebb távolságba elbújtatni az ő számára, és amikor már itt is már stabilan jelez a kutya, meg dolgozik, akkor bővítjük a területet, szélesítjük a keresési területeket, illetve a személyeknek a számát. Több feladatra képzünk kutyákat. Ugye nálunk Magyarországon nem elterjedt a vízimentő kutyák, tehát azokkal kevésbé találkozunk az országban. Nálunk megtalálhatóak a területkereső kutyák, a romkereső kutyák, illetve a nyomkövető kutyák. Tehát ezekkel a típusú kutyákkal foglalkozunk többségében, és képezzük az önkéntes mentőkutyázás keresési feladataira. A keresés nem egyszerű feladat. Milyen felszerelésekre van szükség egy-egy akció során? Hát elsősorban
egy jó kutyára van szükségünk, a kutyáknak a megfelelő felszerelésére, hámokra, nyakörvekre, pórázókra, illetve a személyi felszerelésre, ugye itt gondolok ruházatra, különböző védőruházatokra, védőfelszerelésekre, cipő, sisak, stb. Illetve URH rádiókat használunk a helyszíneken, tehát a csoportoknak az összeköttetésére, illetve a koordinálási csoportnak az összeköttetésére használjuk, akkor használunk éjjellátó készüléket, amik szintén nem egy olcsó dolgok, amiket mire meg tudjuk őket szerezni, több éves gyűjtögetésre van, vagy kell ahhoz, hogy egy-egy ilyen felszerelést megvásároljunk. Használunk különböző más technikákat is, mint láncfűrész, vagy hidegvágó, gyorsvágókat, attól függ, hogy milyen területen dolgozunk, és ugye ezeknek mindegyiknek szinte ott kell lenni, mert nem tudjuk azt, hogy mikor melyikre van szükség. A mostani keresés sikerrel és szerencsésen végződött. Mi az arányszám a többi esetben? Hát az arányszámot én nem mondok. Nem mondok, mert ez mindig változik. Mindig változik. Ha időbe kapjuk a riasztást, tehát 1-24, 1-48 órán belül kapunk riasztásokat, nagyon nagy eséllyel tudunk dolgozni az, hogy túlélő személyt találunk, akármilyen katasztrófa területen, vagy eltűnt személyről beszélünk. Ha nagyon későn kapunk értesítést vagy riasztást, akkor viszont nagyon pici az esély az, hogy élőket találunk. Nagyon sokszor előfordul az, hogy holtan találjuk az illetőt, és itt az hozzátartozóknak a viselkedésén is, vagy a bejelentésén is nagyon sok múlik. A keresések folyamán ugye mentőcsapatokat szerveznek, ilyenkor a rendőrség, illetve a család is beszokott szállni a keresésekbe. Esetleg önöknek milyen információkkal szolgálnak? Nálunk ugye a keresésnél, amikor megvan az adott riasztás, ilyenkor a keresésnél az első körben a rendőrséggel vesszük fel a kapcsolatot, és a közvetlen hozzátartozóval, és a rendőrségtől a lehető legtöbb információt megpróbáljuk begyűjteni. A hozzátartozók is ugye a rendőrségnek adnak bizonyos információkat, de vannak olyan bizalmas információk, amikről a családtagok vagy a közvetlen hozzátartozók nem szívesen beszélnek. Ilyenkor, amikor már az összes lehető legtöbb információt sikerül begyűjteni, ez az én elképzelt és bevált módszerem, hogy akkor a családtagokkal külön-külön próbálok beszélni, illetve a bizalmukba férkőzni, hogy a lehető legrondább információt is sikerüljön kicsikarni belőlük, hogy meg tudjam mondani azt, hogy esetleg vagy rá tudjak jönni arra, hogy az illető milyen oknál fogva távozott el a családi körből, vagy miért menekült el otthonról, és milyen szándékai van, lehetnek. Most ilyen, amikor már ezek az információk is megvannak, akkor az eltűnt személynek az egészségi állapota felmérése alapján igyekszek az ő fejével gondolkodni, hogy merre mennék, vagy hova mennék, vagy mi az, amit csinálnék, és abba az irányba indítom meg a keresést. Ha van információ arról, hogy az illetőnek volt mobiltelefonja, stb., ugye akkor ilyenkor a rendőrségen keresztül leszoktuk kérni a mobil szolgáltatóktól a tornyoknak, az átjátszási tornyoknak az adatait, és akkor egy háromszögelést alkalmazunk, és a háromszögelés alapján kidolgozunk egy kört, és abba a sugarú körbe próbálunk megkezdeni a kutatásokat.